Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ma céklát fogunk befőzni. Ezt a céklát körömkefével, illetve a tormát is körömkefével meg fogjuk mosni, és oda tesszük főni. Hát igazából a cékla fajtájától és a mennyiségétől is függ az, hogy mennyi ideig kell főzni. Egy ilyen kék lábosnyi, mutatom, tehát egy ilyen kék lábosnyi, kb. Egy óra alatt forrt csak föl. Hogyha ez megvan, akkor jön a következő lépés, a céklákat szépen megpucoljuk, és milyen szeletelőn át fogjuk szeletelni. Hogyha ez megvan, akkor pedig majd üvegekbe töltjük, és elkészítjük a felöntőlét. Ez a cékla recept, hát nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem legalább egy 20-25 éves bevált recept, úgyhogy tartsatok velünk a videóban. Megpucoltam körömkefével a céklákat, most felöntöm vízzel, és odarakom főni. Biztos felteszitek a kérdést, hogy miért ezt a 7 darabot raktam csak így oda a lábos aljába. Azért, mert ez a vége, tehát a többit már megcsináltuk. Aztán most kaptam észbe, hogy akkor lehet, hogy talán fel is kéne rakni YouTube-ra ezt a céklás videót. Tehát felöntöm vízzel, odarakom főni, és egy másfél óra múlva pedig folytatom tovább a videót. Hát, ahogy mondtam, legalább másfél órát főttek a céklák. Most megvárom, míg kihűl, meghámozom, felszeletelem, üvegekbe töltöm, és utána megcsinálom rá a felöntőlevet. No, most már üvegekben vannak a céklák, a felöntőlé pedig a következő: 2 liter vízhez kell 10 dek a konyhasó, 35 dek a cukor, ánis, köménymag, színes bors, vagy pedig fekete bors, piszi recel torma az üveg aljára. Én az egyik üvegbe raktam méghozzá ebbe a középsőbe egy kevéske kis tormát, és ecetből pedig kell bele 2 literhez 4 deci 10%-os ecet. Arra figyeljetek, hogy szintetikus-e vagy biológiai, én biológiait használok, és egész más az ízvilága ennek az ecetnek. Most pedig felöntöm az üvegeket, lezárom, hogyha valaki tartósítani szeretné, akkor pedig ezt nátriumbenzoáttal megteheti.
Elkészült az 5 üveg cékla, raktunk bele tartósítószert, úgyhogy nincs már sátra, mint felpakolni a polcra, aztán majd enni télen. Jövő étvágyat hozzá próbáljátok ki ti is. Sziasztok!